Mi történik? Mi ez a folyamat? Hát megint érdemes talán egy kicsit madártávolatból közelíteni. Tényszerűen a katolikusok száma világszerte egyáltalán nem csökken, sőt ellenkezőleg növekszik. Van világstatisztika, és a legutóbbi, hát ugye mindig egy kicsit elmaradással van, mégis 1 milliárdos szervezetről beszélünk, a 2022-es adatokat ismerjük, világszerte 15 millióval több katolikus hívő van, mint 2021-ben volt. És ez egy hibahatáron belül stagnál, óvatosan növekszik. Csak nem Európában. Tehát amiről most beszélünk, az ugye egy mondjuk így lokális vagy regionális tendencia valóban Európában, és mondhatnánk úgy, hogy a jóléti államokban az emberek elfordulnak az intézményes egyháztól, ez tény, és Magyarországon is, de nem csak Magyarországon, a népszámlálási adatok ezt hülyen tükrözik, de azért azt is tegyük hozzá, hogy nem a vallástól fordulnak el. Tehát olyan, mintha azt mondanánk, hogyha elvallástalanul a társadalom, mintha egyre kevesebben szerelmesek. Hát a szerelem is olyan, mint a vallás, és még sok pár dolgot tudunk mondani, hogy mint használjuk, egyre kevesebben vesznek levegőt. A vallás az emberiséggel együtt jár, és valahol a természet felettivel még úgy mondják, hogy a benszülött törzsek is valahogyan kapcsolódnak. De egészen másról beszélünk most. Most az intézményes egyházaknak, és különösen is a katolikus egyháznak az olyan válság tünetéről beszélünk, amikor arra keressük a választ, hogy mondjuk itt elhangozottak ugye 50-es évek kontra mostani időszaknak a hatalmas csökkenése például Németországban, de ez szerintem Európában általánosságban egy jelenség, és Magyarországon is az adatok azt mutatják, hogy az intézményes egyházaknak a hívei azok egyre kevesebben vannak, akkor azt a kérdést kell föltenni, hogy maga az egyház, tehát én nem is az emberekkel foglalkoznék, hanem maga az egyház, mondanám, hogy mi katolikusok, kellően hitelesen képviseljük-e azt az üzenetet, és akár itt elérkezhetünk majd a magyar sajátosságokhoz, amiről ennek az egész vallásnak és az egyháznak, a kereszténységnek szólnia kellene. És ugye Németországban tudjuk, hogy a legnagyobb mondjuk így elvándorlást, vagy egyházelhagyást ugye a szexuális visszaélések, a gyermekekkel szembeni elkövetett abúzusoknak a kiderülés és az óriási száma okozta, és Magyarországon még nem tartunk ott, hogy erről konkrét információkat tudjunk, de mégis azt tapasztaljuk, és akkor itt tudok a Rosta Gergelyhez kapcsolódni, hogy ahogy mondjuk az egyház túl közel megy a politikához, vagy a politika túl közel megy az egyházhoz, akkor az emberek megérzik azt, hogy itt valami hamisság van. És hogyha megnézzük, elvonatkoztatva mondjuk a szövegektől, nevezzük ezt propagandának, vagy a politikai üzenetektől, hogy vajon Magyarország egy keresztény ország, ott, ahol egyre jobban növekednek az árkok a társadalmi csoportok között, ahol gyakorlatilag van egy Európai Unió, hát Németország is, meg Magyarország is az EU tagja, de tudjuk, hogy az elmúlt szerintem 1-2 évben folyamatosan a magyar ország politikai vezetői, azok szembe mentek a 26 másik tagállamot. Tehát van egy unió, van egy egység, most legyen ez az orosz konfliktus, legyen a Navalnyinak a fogvatartásának, a körülményének a megítélése, de nagyon sok olyan dolgot tudunk mondani, hogy valahogy pont nem az egységet, hanem a széthúzást szolgáltuk. És ilyenkor azért szerintem az átlagember, aki mondjuk egy templomjáró ember, az fölteszi magának a kérdést, hogy miért hallgatnak például az egyházi vezetők az ilyen erkölcsi dilemmák, erkölcsi válságok kapcsán, és ez egyre kevésbé építi a bizalmat. Szerintem egy bizalmi válság van, nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában a képviselt üzenet és a valós cselekvés irányába, akár a kereszténynek nevezett politikai irányzatok, de maguk az egyházi vezetők irányába. Szerintem a német püspöki kar az most abszolút magánérzi azt, hogy szembefordulnak a saját hívei vele, és azt mondják, hogy figyeljetek, ha ti vagytok az egyház, akkor veletek mi nem szeretnénk azon az úton menni. Dóri, mik az okok Németországban? Most is nagyon bólogattál itt, amikor érintette István. Igen, egyetértek abban is, meg hát a szakértők is ezt mondják, hogy tulajdonképpen azóta, amióta a római katolikus egyház itt tényleg aktívan elkezdett foglalkozni a szexuális visszaélések ügyeinek felderítésével, azóta ugye egyre durvább esetek kerülnek fényre, hogy pont januárban jöttek ki számok arról, hogy a legújabb tanulmányok szerint több mint 9000 gyerek és 9000 tinédzser lehetett áldozata szexuális visszaéléseknek a német protestáns egyházon belül 1946 óta. Tehát ezek óriási számok, és ugye a protestáns, ez csak a protestáns egyházra vonatkozott például, de a katolikusok is egyébként hasonló kutatásokat végeznek éppen. És valóban, amikor az egyházi kilépésekről beszélünk, akkor annak az egyik oka az az, hogy ezért ez a bizalmi válság ez abszolút él itt Németországban is, és hát olyan okokat szoktak még egyébként felsorolni, hogy egyrészt ugye kihalóban van az egyházi tagság, tehát ez egy elidősödő, előregedő társadalmi csoport, úgymond, tehát ugye ez is közrejátszik nyilván a hívek számának csökkenésében, illetve itt Németországban van egy nagyon speciális helyzet arra vonatkozóan, hogy hogy fizetjük az egyházi adót. És az egyházi adót itt Németországban automatikusan a fizetésünkből vonják, az szerint, hogy valamilyen egyházhoz tartozónak valljuk-e magunkat. És akkor, amikor azt mondjuk az adóhatóságnak, hogy nem, mi nem vagyunk az egyház tagjai, akkor azt be kell, hogy bizonyítsuk, hogy mi kiléptünk abból az egyházból, és emiatt tényleg nagyon sokan az adóspórolás miatt lépnek ki az egyházakból, mert egyszerűen nem akarják, hogy a fizetésükből automatikusan az egyházi adó is vonódjon, és hát vannak itt mindig pro és kontra érvek, hogy ez most jó-e vagy sem ez a rendszer, de minden esetre ez is egy szerepet játszik abban, hogy az emberek nem tagjai az egyháznak már Németországban. Pár percünk maradt csak. Láttam, hogy nagyon bólogattál, István, erre, úgyhogy Léci, erre is reagáljál, másrészt pedig azért valahogy, ha lehet, röviden foglaljuk össze, hogy oké, mi a kiút, hiszen ugyanakkor meg azt látjuk mondjuk a pápa törekvésében, hogy egyfajta reformot próbál átvinni a gondolkodásban is, aminek vannak követői, de vannak kritikusai is. Igen, hát mivel, hogy kevés az időnk, én nagyon hosszan tudnék arról beszélni, hogy mennyi sok jó lehetőség van arra, hogy az egyház megújuljon. Hadd mondjam mindenkinek azt, hogy a megújul.hu honlapot pont azért hoztuk létre, hogy kifejezetten ennek a témának, az egyház megújulási lehetőségeinek szenteljük a figyelmünket, és elgondolkozunk, sőt megkérdezzük az emberek véleményét, hogy milyen egyházról álmodnak, kifejezetten gyűjtjük, több száz egyházálom gyűlt már össze a megújul.hu oldalon, ha jól tudom, én legalábbis így tapasztaltam, és szerintem ugyanott kell keresni a megoldás egy részét, ahol a probléma jelentkezik. Ugyanis mi az, amit nagy képben megint csak látunk, az az, hogy olyan személyek, papok, püspökök kéne, hogy iránymutatást adjanak a társadalomnak, amely társadalom az elmúlt évtizedekben egy milyen forradalmon ment keresztül. Nevezzük ezt mondjuk az intimitás, a szexualitás forradalmának. Olyan kérdések merülnek föl az együttéléssel, a családtervezéssel kapcsolatban, amelyeknek a megválaszolásában le van maradva az egyház. És hogyha azt érzik az emberek, hogy tőled nem kapok válaszokat, akkor oda fogok menni, ahol majd válaszokat adnak. Tehát az, hogy imádkozom érted, meg az, hogy le van írva a Bibliában is tartsd be parancsokat, a mai embernek ez így kevés. Sokkal részletesebb, sokkal meggyőzőbb érvekre vágyik, és szerintem abban kéne tempót váltania az egyháznak, hogy nem... Kevesebbet kéne talán beszélni, és prédikálni, meggyőzni az embereket, és sokkal inkább meg kéne hallgatni a valós kérdéseket, nem csak a szexualitásra vonatkozóan, de például ott állandóan az LMBTQ körül megy az izeg, és azt érezzük, hogy mit kezdjünk ezzel, de szerintem ez csak egy részterülete annak, hogy például az elveszítődő fiatal generációk hogyan rendezzék be az életüket, hogyan kapcsolódjanak egymáshoz, hogyan kapcsolódjanak a természet felettihez. És ha ezekre nincsen válasza az egyháznak, akkor majd mennek oda, ahol kapnak válaszokat, akár az internet, akár egymás haverok, akár más vallások. És ezért én azt gondolom, hogy a megújulásnak a legfontosabb terepe az, hogy a szája helyett fülét használja az egyház, hallgassa meg az embereket, és Ferenc pápa, ahogy említetted is, pontosan ezt teszi, amikor az úgynevezett szinodalitásról rendeznek most egy ilyen folyamatot, ami két szinodusi ülésszak is jellemez, és én is kim voltam Rómában az első ülésszaknak egy-egy alkalmán, akkor ez ezt mondja, hogy üljünk le, beszélgessük, és most ne dumáljunk, hanem hallgassuk meg azt, hogy hol fáj, hol kéne megújulni. Úgyhogy én, ha sokaknak mondjuk fáj az, hogy sörfőzdék és sörözők lesznek a templomokból, akkor próbáljanak meg kevesebbet ítélkezni maguk a hívek azok felé, akik nem járnak templomba, és kérdezzék meg őket, hogy a te szívedben milyen vágyak vannak, és szerintem ez már egy jó út lehet a megújulás felé.